nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9990 forintért a Service 4+ programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendégei Rigó Béla, a Rigó Motorsport elnöke, illetve ifjabb Kerék György, Rally Tourra egykori bajnoka, rally versenyző. Szervusztok! Hát egy évértékel is szeretnék elsősorban a elnök úrtól kérni, és utána majd a Gyurit kifoggatjuk arról is, hogy ezt az évet miért lógta el, majd elmondja, mert tudom, utána elindultál most évvégén, volt egy-két versenyed, de nagy volt a szünet, ugye? Volt sajnos. Kicsit pihentetted magadat, majd elmondod, hogy miért. Milyen volt ez az év a Rigó Motorsport számára? Hát a tavalyitól mindenféleképpen sokkal jobban alakult, mint ahogy ugye itt megjelent az egyik párosunk, itt a Rafael Tamás és a Szabó Balázs. Ők ugye megnyerték a P csoportot, bajnoki címet értek el. Akkor volt egy másik. A rally egybe tegyük. Így van, az első, az ORB-be. Tehát így van. Ez fontos, mert több osztály van. Tehát... Így van, tehát ezért is nagyon nagy dolog az, hogy az ő bajnoki címük. Akkor van egy másik páros, aki a Markba lett második helyezett a Északi Régióba, az Észak-Nyugatiba pedig megnyerte a abszolút bajnokságot. Voltak sajnos olyanok, akik kiestek itt, ugye, gondolok ugye Gyuriékra. Voltak még, akik kiestek a első rallin az Egerbe, a egy Citroen C2R2-vel mentek volna, de ők ott összetörték az autót, aztán ott még valami jogi viták is vannak, mert nem volt tisztázva az, hogy ki hibázott. Annak nem tudom még mi lett a vége, mert még úgy gondolom, vagyis úgy tudom, hogy nem ment le ennek a dolga. Tulajdonképpen ezek az emberek, akik tényleg... Hány autód versenyzett ebben az évben? Tehát az összességet nézve 6 darab. Na most ezekből van, aki végigment, ugye van, aki nem. Van, aki nem, ugye van, aki sumálkolt, ugye. Volt, aki nem is akart menni, vagy nem volt neki lehetősége. Viszont most megy egy párosunk majd a Mikulás Rallin, a Krejcsi Bálint, mondjuk a navigátor az most síelni megy, de a Radvanszki ül mellé. Gyuri, mi volt veled ebben az évben? Hát ebben az évben a Eger Rallyn ott indultunk, ott hát nem úgy... Hol indultatok, melyik kategóriában? Hát a másodosztályban, Rally 2-ben indultunk, a P12-es csoportba, és hát ott ilyen negyedik vagy ötödik helyen értünk célba. Voltak kisebb ilyen problémák az autóval, igazából velem is voltak. Na, mi vezetési. Hát, kicsit vissza kellett volna rázódni, és még nem... Honnan kellett volna visszarázódnod? Hát, akkor... az előző évben azért kicsit sikeresebben mentünk. Tehát 2014-ben mentünk. Jól mentél? Hát igen, az
ahhoz képest most Egerben azért elég gyengén, tehát magamhoz képest mi történt? Vezettem. Hát nem tudom, tehát... Túl ünnepelted meg... magad, vagy? Nem, hanem tehát az is a baj, hogy elég keveset tudok időt fordítani az autóra, meg így maga a versenyzésre. Ugye eléggé... És azért ide sem lehet csak úgy beesni és hát beülni. Hát igen, meg igazából tehát elég sokat kell menni az autóval ahhoz, hogy teljesen kiismerje az, az ember az autót. Télen alig volt rá időm úgymond az autóval foglalkozni, a vezetéssel, stb. Meg fejlesztettünk is ugye a motoron, és Eger Rally előtt lett kész, teljesen más, hogy működött az a motor, mint előző évben. Tehát ezt is meg kellett szokni, gumitípust váltottunk, az is egy másik... És most Egerbe végigmentél? Végigmentünk, ott negyedik helyen értünk célba, de én úgy gondoltam, hogy egy kicsit jobb lesz, de... Jó, és utána mi történt? Utána volt a Miskolc rally, ott már azért kicsit nagyobb hével indultunk neki. Az első gyorsan jó is indult az egész, tehát azt hiszem én kategória második, harmadik időt mentünk, egy pár másodperccel lemaradva, úgyhogy én is hibáztam egy kicsit, a navigátorom is hibázott egy picit, és akkor mentünk a második gyorsra, ahol hát kicsit sok volt, elég nagy tempóval érkeztünk egy kanyarba, ahol hát már nem tudtam mit csinálni, mert megzavart egy kanyar belső ívé volt egy nagy gödör, ezt próbáltam kikerülni, és így megzavart ebbe a koncentrációba, és nem tudtam mit csinálni, és leestünk az úton egy elég mély szakadékba be az erdőbe. Beestünk. Autó összetört? Autó az elég összetört. És ti? Hát mi nekünk, hál' Istennek semmi bajunk nem lett. A navigátoromnak egyik nagy lábúja, a köröm, az sérült meg, de ezen ennyi. Kívül semmi. És ilyenkor a csapatfőnök ilyenkor szívürahmot kap, amikor az autó darabokban van? Hát sajnos ez mindig benne lehet. Az ugye. A dolog ez benne van, de persze sajnálja. De hogy éled meg? Ezt ugye a hosszú éveken keresztül ugye azért megszokott, mert azért volt már ilyen. Az első az sokkal rosszabbul érinti az embert. De azon kívül, hogy ugye ők egészségesen kiszálltak az autóból minden baj nélkül, úgy gondolom attól fontosabb nincs. Most persze ugye az autó lehet sajnálkozni, de Gyuri azért elég ügyes gyerek ahhoz, hogy szépen újjáépítette ezt az autót, és most ugye el tudott menni ugye még az év végén. De jól értem, akkor az összetört autó neked kellett újjáépíteni? Hát igen, mert igaz, én csinálom, tehát saját magamnak csinálom és az autómat. És ezért nem is tudtál versenyezni. Hát ezért mert összetörted, nem kaptál másikat, nem hozott neked a Éviska. Igen, nem volt ki adjon egy másikat. Szigorú az élet. Igen. Meg hát mellette ugye a vállalkozást is vinni kellett, és hál' Istennek van munka bőven, és így inkább a munkára fordítottak. És akkor Miskolc rally után mikor versenyeztél ezzel az autóval újra? Ezzel most Vác rallin, azt nem tudom mikor volt. Szeptember? Most szeptember vége? Úgy szokták általában szeptember végén volt Vác, igen, ez a Fodorék, ez a Marbos verseny volt. A Fodor Krisztián. Ők szervezték, igen. Az volt az első úgymond olyan bevetés az autónak, hogy élesbe tudtam menni. Akkor jó sokat akkor. Hát elég sokat kihagytunk. Hát, nem fájt a szíved? Amikor mentek a többiek a... De fáj. De ott hát voltál is... egyébként? Elmentél megnézni, hogy a vetélytársak mit csinálnak? És hát így versenyen nem járok nézni. Tehát én nézni nem megyek. Miért egyetlen. Nem? Mert nem szeretem nézni. Tehát vagy csinálom, vagy akkor inkább, nem. Inkább el sem megyek. Nem is érdeklődök iránta, tehát engem nem érdekel. Tehát vagy nem csinálom, semmi. Vagy semmi. És akkor elkészült nagy néz az autó, és azóta... Most már rendben van, ugye? Rendben van, igen, mert utána... Újabb törést tesz, most nem kell neki. Nem, már még egy nem lesz. Már nem szeretnék többet. Utána rá egy hétre mentünk ott Lábatlan Bajnán. Na már hogy szerepeltetek Vácon? Vácon ott igazából a nézőknek autóztunk, tehát ilyen utcai gumival mentünk, látványra mentünk. Meg... Akkor az mit jelent? Farolgatás, hát meg igen, a kanyarba keresztbe, meg ilyesmi, meg kavics. Igen, igen, tehát nem időre mentünk, hanem úgymond a látványra. És meg, ők meghálálták egyébként a nézők? Meg. Hogyan? Nekik. Tapsoltak, hát, kiabáltak, igen, fütyültek? Igen, kiugráltak elénk, törjöngtek. Hát tetszett nekik. Meg igazából én tehát azt a versenyt azt erre szántam, hogy újra összeérje az autóval. Igen, igen, igen. Az, hogy
az első gyors adól is szólt nekem magamnak, hogy hallgattam minden zöldeit, stb., hogy működik az autó, és akkor utána a második gyorstól kezdtünk el úgy menni, versenyezni, hogy kell. Igen. És utána voltál még egy versenyen? Utána rá egy hétre voltunk Lábatlan Bajnán. Azt az megnyerted, nem? Az is egy, igen, ilyen sprint verseny volt. Hát az elég kalandos volt, mert szakadt az eső egész nap. Na, legalább esőben is kipróbáltad. Hát igen, igen. Csak még hát, az is, igazi, nem? Igen, igen. Csak még az is a másik, hogy ilyen fényes aszfalt van, de hát az úgy csúszott, mint a jég. Nagyon? Nagyon, és az volt szerintem a szerencsénk, hogy nem hibáztunk. Tehát hiba nélkül mentünk végig. Az mindig jó, hogyha nem hibázik az ember. Mindegy, hogy csúszós az aszfalt, ugye? Igen, hát volt olyan is, hogy nem is számítottam rá egyenesbe, úgy keresztbe állt az autó, hogy a navigátorom majdnem, igen, mondta, hogy megint összetörjük a kocsit. De így a végére végül is nem is számítottam rá, de elsők lettünk a licences kategóriába. És úgy számoltam, mondom, ilyen harmadik, negyedik helyen voltunk, igazából meg se vártuk a végeredményt, nem mondom, minek, mert úgy se vagyunk dobogón, és úgy szóltak ránk, hogy elsők lettünk. Na tessék. És akkor most Mikulás kupán is elindulsz esetleg? Nem, már az idén én már nem. Ne? Miért? Nem. Ja, mert csúszik. Hát nem, régen jártunk a Mikulás rallira, szerettem oda járni, de most nem. De annak egy jó feelingje volt régen, ugye az, aki a navigátorot néha azok ültek át a volán mögé, ugye volt hát annak egy ilyen... Kicsit ilyen szabadabb verseny volt, igen. Most is olyan lesz még? Igen. Hát ilyen szabadabb verseny, ugyanúgy a Szilveszter Rally is. Igen. Tavaly is indultunk a feleségemmel, de hát ott... Ő volt a pilóta, és te meg a navigátor? Igen. Nem. Úgy lenne az igazi. Hát, ja, igen, ő már készül rá évek na, ugye, óta. Látod, csak tudom én. Még mindig azért, még egyelőre még várunk vele. Igen. Meddig vársz? Ja, már nem sokáig. Nem, hát a végében már az lesz, hogy már nem ülhet már a volán mögé. Igen. Nem, hát szerintem hamarosan megcsinál. Mert igazából a legnagyobb problémája az az ülés, hogy ugye beállítani neki, hogy de hát az én méreteimre van szabva minden, és most átalakítani. Na most itt a csapatfőnököd is. Tehát jó az autó, kipróbáltad. Akkor 2016-ban mit ígérsz Rigó Bélának? Hát az, hogy elindulunk a másodosztályba. Tehát az biztos. Uh-huh. Mondjuk azt beszélik, hogy lesz egy másik osztály. Tehát egy olyan, mint a másodosztály. Uh-huh. Lesz egy ilyen bajnokság. Ez egy külön bajnokság? Külön, ez a P csoportos autóknak. De együtt, egy tehát egy rendezvény, az első, aha, másodosztály, meg ez a, nem tudom, minek fogják nevezni ezt a bajnokságot. Ott csak ezek a P csoportos autók mehetnek, tehát a Ladák, BMW-k, kétkerekes autók. És a tiéd megfelel? Az enyém megfelel, igen, és akkor azon gondolkozunk, hogy szerintem abba elindulunk. Megpróbálok egy teljes szezont. Hol induljanak? Te vagy a csapatfőnök, nem? Ezek, tehát ez mind rájuk van bízva. Igen? Tehát ő fogja érezni azt, hogy az, tehát a jövő évet anyagilag időben hogy tudja beosztani, ezt mindig a versenyző fogja eldönteni. Mert ugye... Jó, akkor ő egyezteti az ő saját naptárjával a versenyt, naptárat, és akkor mondja, hogy akkor Béla, én ekkor is ezt tudom bevállalni, és akkor ezen indulok. És akkor te azt mondod, hogy oké. Okay. Hát ez általában mindig oké is, mert ugye ez oké is lett volna ez ebben az évben is, csak igen, ugye nem volt meg a feltétel. Tarjánban mikor lesz verseny? Én úgy olvastam a naptárat a jövő évit, hogy most az, hogy augusztus vagy szeptember, ezt nem akarnám jó, mondani, hát az én még... úgy tudom, hogy lesz egy ORB futamot. Nem, mert ugye Tarjáni a Rigó Motorsport egyesület, tehát nektek az úgy hazai pálya lehetne, igen, akár. Puszarról nem beszélve, azért annak van egy régen egy jól csengő nagyon, neve is. Így van, nagyon is szerették ezt régen, igen, is, meg mai napig is, csak ugye valami véget... Kitörölték a versenynaptárból. Igen. Mi jó, hogy nem a Rigó Motorsport Egyesületet törölték ki. Hát remélem, hogy azt nem fogják, sőt, inkább bevésik az emlékezetükbe az emberek, tehát ez a cél. Egyébként a Salgó Rallynak az egyik részét, azt hiszem még vagy 3 éve, amikor volt egy kihagyása az Eger Ralliba, igen, még ott is ment egyik része. Egy részét, ugye, igen. Egy rész, vagy egy komplet versenyt rendezni, az nem ugyanaz.
a Krisztián rendezett. Igen, Fodor Krisztián. Két éve, azt hiszem, 3 éve volt egy ilyen rally túra. De az mindenféle, az nektek az jó lenne. Az mindenféleképpen, mert egy az, hogy helyi, helyben is meg tudnád mutatni a csapatot, az fontos. Embereket. Meg azért az teljesen másabb, hogyha azért ismerősök között is mész, mert így vagy néznek, vagy nem. De vagy tudnak rólatok, vagy nem. De ugye az helyben azért biztos többen kijönnek megnézni. 2016-ban igaz az, hogy a 6 autóból már csak 4 lesz? Szűkíted a keretet? Tudsz valamit? Nem, én csak kérdezem, én semmit nem tudok, én csak kérdezem. Hát tulajdonképpen nem szeretném, de bár az is lehet, nem hiszem, hogy kell. Van egyébként ilyen terv, hogy mekkora legyen, mennyi legyen, ami úgy teljesen úgy vállalható lenne, egy olyan optimális szám? Hát szerintem nem azt kellene keresni, hogy mennyire sokan vagy kevesen, hanem azokat összegyűjteni, akik tényleg szívből csinálják, meg tényleg szeretnek is menni. Most az, hogy egy versenyen vagy... Jó, de most miért jöjjenek hozzád az egyesületbe ezek a pilóták? Mondjuk, akik éppen most csapat nélkül vannak. Hát, mert szerintem jó a csapat. Tehát, én úgy gondolom, hogy ez úgy... Tehát így konkrétumot úgy különösebben nem... Sajnos nem tudok mondani, mert az lenne jó, hogyha ezt föl tudnánk úgy karoltatni olyan hogyha töröd emberkek. Az autót, nem baj, kapsz egy másikat, igen, ugye? Hát ennyire nem is, de valami ilyesmi, valami ilyesmi, mert tehát akkor biztos, hogy jobban jönnének, vagy tehát az a baj, hogy ugye senkinek nem úgy engedi meg se az ideje. Igen, és ugye, ha dolgozik, akkor ugye nem tud eljönni, hiába keresi meg rá a pénzt, nem biztos, hogy el tud jönni. És most ugye ez nem csak itt probléma, szerintem ez így országosan. Meg messze vannak a versenyek, pont az, amit előbb beszéltünk, hogy régen sokkal több verseny volt a környékünkön, nem meg kellett. Miért tűntek el ezek a versenyek? Hát ezt szerintem majd ezt valaki mástól kéne megkérdezni, erre én nem tudok úgy, az én véleményem megvan. Na, mi a megvan. Te véleményed? Hát én ezt úgy nem nagyon szeretném elmondani így nagy nyilvánosság. Ja, értem. Tehát még szeretnéd, ha még jó pár évig, akkor a Rigó Motorsport igen, működne. Tehát nem akarom azt. És inkább olyan... akkor csendben maradsz. Én is így gondolom. Nehéz az élet, ugye? Igen. Nem baj, a lényeg az, hogy van autó, és lehet versenyezni. Igen. De most mi lesz veled? Akkor a Miskolc, vagy Eger Rally, mi lenne? Semmi verseny? Eger Rally? Igen. Hát nem igazán. És akkor megint úgy kezdődik, hogy... Gondolkoztam a Szilveszter Rallyn, de nem tudom, tehát ez még képlékeny. De múltkor, hogy lábatlanok voltunk, és egész nap ugye áztunk, fáztunk, úgymond átfagytunk, úgy elment a kedvem ettől a hidegtől. Akkor mondtam, hogy nem megyek a Szilveszter Rallyra, mert tavaly is hideg volt, és nem tudom, ez még képlékeny. Lehet, hogy elindulunk, de nem biztos. Nem. Ha nem, akkor majd Eger Rallyba. És csak a hazai versenyben gondolkodsz, vagy gondolkodtok? Hát most már, én már elkezdtem gondolkozni a külföldi versenyeken is. Tehát már egyre több versenyzővel beszélek, akik voltak külföldön, vagy járnak külföldre, és ugye mondják a tapasztalatokat, stb. Ez egy más dimenzió. Vagy ez egy más, ez egy teljesen igen. Más világ. Ha még nem is úgymond első osztályba, vagy kisebb igen. Osztályba is mennek ott kint, teljesen más minden. Már elkezdtem gondolkozni, ezek tehát nem zárkózok. És az egyesület elnöke nem gondolkodik ilyen szlovák, vagy valamelyik ilyen bajnokságba bekapcsolódni inkább, ahol jobbak a körülmények, jobban kiszolgálják, jobban meghálálják a sportegyesületek működését, hiszen ezek nélkül meghalnának a szövetségek. Ez teljesen így van, ahogy mondod, de én mindig bíztam, meg bízok most is abba, hogy azért most elindult itt valami azért itt a rallyberkeken belül, és úgy gondolom, hogy Isten igazából itt tudnád megmutatni magad, magyar nézők, magyar utakon, hogy mégis mit tudsz, meg hogyha arról beszélünk, hogy szponzorokat akarsz, úgy gondolom, hogyha magyar szponzoraid vannak, akkor ők úgy gondolom itt akarják esetlegesen reklámoztatni magukat. Nem, tehát nem neki külfő, nem érdekli, hogy a szlovák oldalon ottan nézzék, lássák. De, jó, még, de ennyi. De még akkor is azt mondom, biztos, hogy jó kint menni.
még azt mondom, hogy lehet, hogy el is lehetne menni egy-egy versenyre. De egy komplett bajnokságot, ha itthon nyersz meg, én szerintem sokkal nagyobb. Még mindig? Ez az én véleményem. Most ez kinek milyen belülről biztos, hogy... Gyuri, egyetértesz az ellen? Egyetértek. De hogy mersz ellen mondani? De igazad van. Én jöttem autóval, én vettem hazafelé. Nincs olyan messze Salgótól. Nincs. Haza lehet futni innen. Nem? Nincs olyan messze. Nincs. Milyen volt a 2015-ös esztendő? Most ugye a magyar bajnokságot, ha értékeljük, ugye most mondta azt, hogy megindult egyfajta változás, reménykedsz. Milyen volt ez az év? Én szerintem nem volt rossz. Tehát a tavalyihoz én úgy gondolom, hogy biztos, hogy valami elindult itt. Most persze sokan biztos úgy gondolják, hogy na most itt jó, egyszerre akkor, kellene. Akkor két kérdést teszek fel ezzel kapcsolatban, két egyszerű kérdést. Több lett a versenyző az elmúlt évekhez képest? Tehát, hogyha tavalyi évet nézzük, szerintem igen. De most természetesen, hogyha visszamennénk egy pár évvel ezelőttre, biztos, hogy attól meg kevesebb. De én úgy gondolom, hogy a tavalyihoz képest nagyobb a lelkesedés, főleg, hogy ez a P csoport is ugye azért elég jól sikerült, hogy jó. Szurkolók többen kimennek most, mert ugye tavaly előtt ugye arról sírt mindenki, hogy Dudás Kukótól kezdve mindenki, hogy hiányoznak a szurkolók pályaszéléről. Azok, akikért igazából mentek, bűvészkedtek az autóval. Én, amit láttam, egy pár versenyt sajnos, mert ugye a Rafael, igen, munka véget, be kellett menni autóért. Én úgy gondolom, hogy nem, tehát azon a részen, ahol én bent voltam, nem voltak kevesen. Amikor láttunk elmenni tömeget, ugye vége lett egy versenynek, akkor is láttam sok embert. Biztos nincs annyi, mint ezelőtt x évvel. Jó, az nem is lesz már soha többet, tehát azt el kell sajnos. De én úgy gondolom, hogyha elmozdul ez jó irányba, én úgy gondolom, hogy vissza fogja ezt csábítani a nézőket. Mert hogyha nézted ezt a lábatlani versenyt, elsőbe kint álltak az emberek, és nem kevesen. Ugye? Igen. Akartam, hogy Gyurit kérdezzük meg, na, de hát otthon volt végig, a tévé előtt nézte a rallit, tehát most akkor megkérdezzük? Hát amíg mentem, ott, tehát amíg mentünk a Eger, meg a Miskolcon, ott tényleg sokan voltak. Sokan voltak? Ott sokan voltak. Érezni egyébként, hogy kezd újra egy kicsit duzzadni a... Igen. Meg ami most, hogy mentünk Vácon, az is meglepő volt, ott tényleg nagyon-nagyon sokan voltak. Az tehát jó, meglepő ez volt. Ez fontos hogy... egyébként, nektek azt igen. mondják, igaz? Igen. Sokkal jobb ott a nézők, hogy úgymond buzdítanak, tehát az jó érzés az, hogy úgymond valakinek autózni, nem igen. csak magunknak, hanem látják az emberek, hogy megyünk az autóval, tetszik nekik. Na hát az szuper. Egyáltalán érezted az hatását, azt, hogy Janika visszajött? Azt mindenféleképp. Mindenféleképp. Lehet, hogy azért is, hogy én nekem egyik kedvencem is, tehát én meg azért, amit ő letett itt az asztalra, azért az nem kis dolog, de nagyon sokan szeretik, és biztos vagyok benne, hogy ő is sokat visszahozott ide a pálya szélére. Akkor már csak az Benik Balázs kellene, ugye? Igen, hát ugye jött ő egy Veszprém. Igen, de aztán utána agyon hallgatta, hogy akkor most mi lesz, hogyan tovább. Hát óvatos. Igen, itt az a baj, hogy egyből kritikákat kap, tehát olyan kritikákat kap, amit úgy gondolom, hogy nem kéne, tehát nagyon sok évet kihagyott. Szerintem, amit én ott láttam... Balázs, gondolom, ezekkel nem foglalkozik, tehát hát bízok benne. Annyira intelligens, hogy helyén kezelje, hogy honnan, kitől, mit kapott. Tényleg, téged szoktak kritizálni a nézők? Hú, de bénál vezettél. Szoktak, igen. És akkor mit csinálsz? Hát semmit, hát mit csinálni. Mosolyogsz, vagy visszaszólsz? Nem. Tehát úgy szemtől szemben nem szól senki, nem. Tehát ez a mai világ, ugye ez a interneten egy arc nélkül ott mennek a kritikák, meg a szakértelmek, hogy mert ezt így kellett volna, meg úgy kellett volna, de senki nem mer odaállni, hogy na, én szerintem ezt így kell, én beülök és megcsinálom, ott lehet, hogy csinálja meg. Tehát ha ő jobban megtudja, akkor tehát mindig vannak jobbak. De hát van, de
úgy szemtől szemben nem jön oda senki, uh-huh. hogy hú, de szadul mentél, mert uh-huh. ezért meg azért. A versenyen kimész szurkolók, akkor jönnek oda, gratulálnak, kezet igen. fognak veled, stb. Igen. Hát igen, szép élet ez a rally élet, ugye? Igen. Csak költséges. Hát ez van. Sajnos időnk végéhez ért. Akkor 2015 akkor elment, de nem rosszul. Nem rosszul. Zárásként akkor 2016-ban lehet még ennél is jobb a Rigó Motorsport Egyesület? Mint most egyesületet kérdezlek először téged? Szerintem mindenféleképpen, már csak azért is, hogy ugye Gyuriék is új életre keltek, tehát gondolom, hogy ha ő végigmegy, biztos, hogy eredmény fog hozni, mint ahogy tudjuk is, hogy szereti is ezt a részét az autózásnak, és én úgy gondolom, hogy biztos, hogy tehát rosszabb nem lesz, legalábbis értem. Gondolom, hogy jó. Nem lesz. Egy mondat, Gyuri, 2016-ban sikerül egy bajnoki címet begyűjteni? Rally 2-ben? Hát, megvan a cél. Hát, igyekszek, hogy úgy legyen. Most már régen volt ez a bajnoki hát cím, régen. Most már ideje egy most újabbat. Már igen, már kijárna egy. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük akkor a lehetőséget. Akkor hallotta. Köszönöm. Versenyzője bajnoki címet akar szerezni 2016-ban. Hát megpróbáljuk. Na, hát akkor jól indul. Hát akkor a 16-os esztendő. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. További sportosat.